Minden baloldali szavazatra számít a választásokon az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagyis röviden nevén az ISZOM. Szanyi Tibor, a párt miniszterelnök jelöltje, az előválasztásra utalva azt mondta, a mai Jobbik ugyanaz, amelyik korábban listázta volna a parlamentben ülő zsidó származású képviselőket. Ezért felszólították azokat a pártokat, amelyek demokratikusnak tartják magukat, hogy azonnal szakítsanak meg minden együttműködést a Jobbikkal. Aki baloldali, aki egyáltalán bármilyen értelemben úgy érzi, hogy köze van a baloldalhoz, aki baloldali gondolkodású, hitvallású, értékrendű ember, az egészen bizonyosan, és ahogy itt utalnék Szőlősi Icának a mondandójára, az egészen bizonyosan nem és soha a nácikkal semmilyen mutyiban, közreműködésben, együttműködésben nincs.